taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. Na sziasztok, itt vagyok ebben a csodálatos időben, és úgy gondoltam, hogy most készítsük el a protein termék teszt második részét, de most nem az Aldiból, hanem most a Tescóból. Úgyhogy menjünk is először a beszerző körútra. Na sziasztok, újra itt vagyok egy tesztelgetős videóval. Nagyon úgy tűnik, hogy az első rész az tetszett nektek. Ott az Aldiból vásároltam meg a protein címkével jelzett termékek nagy részét. Most ugyanezt megcsináltam tegnap a Tescóból. Úgyhogy megint összeszedtem egy olyan 15-20 különböző terméket. Mindegyiket azzal a címkével árulják, hogy protein termék. Úgyhogy én úgy gondoltam, hogy most mindegyiknek megnézzük a makróit. Megmondom nektek a véleményemet a termékekről, hogy szerintem a makrók és a kalóriatartalom alapján érdemes rá pénzt áldozni. Letesztelem az ízt, az nyilván szubjektív, de azért elmondom, hogy ezekről én mit gondolok. Úgyhogy vágjunk is bele. Szóval, ezt egyébként most hívhatnám ilyen nagy fehérje csokit tesznek, és ugyanis rengeteg fehérje csoki kapható a Tescóban, legalábbis az itteni Tescóban. Úgyhogy... Én most akkor szerintem teljesen random sorrendben elkezdem őket kinyitogatni. Szóval az első, az egy fehérje csoki a Warrior nevezetű cégtől. Ezt most konkrétan tudom egyébként, hogy marra finom, ilyet vettem már. Szóval nézzük először is a makrókat. Azt mondja, hogy egy csoki tartalmaz 11 g zsírt. Hát, az egy kicsit magas, szénhidrátot 23 g-ot. Amiből 19 g poliol, azaz cukoralkohol. Tehát gyakorlatilag a csoki teljes szénhidrát tartalma poliolból áll, ami garantáltan hasmenés fog okozni mindenkinél. Nem szabad semmi olyan terméket megvenni, ami poliol tartalmaz. A poliol bár édesítő kategória, de én nem számítom édesítőnek. Számomra édesítő az, ami nem tartalmaz kalóriát. A poliol tartalmaz kalóriát, a poliol majdnem tartalmazza a szénhidrát kalóriáknak a teljes mennyiségét. Tehát nem vagy vele igazán előrébb, sokkal jobb lenne, ha a szénhidrát lenne benne helyett. Benne a poliol helyett, mert legalább akkor azt tudnál valamire használni. A poliol semmire nem jó, csak arra, hogy menjen tőle hasad. És van benne 20 g fehérje. Hát ezt most a kedvetekért sem fogom megenni, de megkóstolom. Szóval... Hát, ezzel is óvatosnak kell lenni. Ráadásul, hogy látjátok, ilyen kis cukorgolyókkal van leszórva, hogy biztosan beletörjön a fogad. Ki is köptem egyből vagy ötöt. Hát, ez egy brownie szelet szeretne lenni. Egyébként finom brownie íze lenne. De mivel rászórták ezeket a kis drazsékat, konkrétan olyan, mintha homokkal lenne leszórva. Borzasztó. Hát ez nekem egyértelműen a nem kategória. Úgy fogom csinálni, hogy ide rakom azt, amit semmiképp nem vennék meg, és ide rakom azt, amit igen. Ez a nem kategória. Következő. Következő az egy Smart Bar nevezetű csoki. Itt most megint elszínészkedem, mert ezt konkrétan tudom, hogy borzalmasan finom. Egyébként az összetétele az valószínűleg ugyanolyan rossz lesz, de nézzük. Azt mondja, hogy zsír 14 g. Még több, mint abban. 14 g tartalmú csoki szeletet én megmondom őszintén nem vennék, szerintem ugyanennyi zsír van a sima csokiban is. Azt mondja, hogy szénhidrát 34 g.
nézzük, mi a helyzet a poliol szinten. Úgy látom, hogy nincs ráírva a poliol külön. Fehérre tartalom pedig... rosszat mondtam, bocsánat. Szóval zsír 9 gram, úgyhogy 2 grammal kevesebb, mint abban. Szénhidrát az... azt mondja, hogy 22 gram belefér, és a fehérje pedig 20 gram. Na most a poliol tartalmat, azt külön az összetevőknél kell megnézni. Ezen a világ összes nyelve rajta van. Na, ott is van. Édesítő maltitol, az pontosan ugyanaz. Tehát ezt megint egy hasmenés szeletnek nevezném el. Csak a kettő között az a különbség, hogy erről tudom, hogy annyira finom, hogy még majdhogy nem megéri az a hasmenés, amit ettől a csokitól fogsz kapni. Ugyanis az egy ilyen meggyes étcsokis szelep. Ennek az íze szerintem odaveri valószínűleg a világ összes sima csokiját. Akármilyen csokit vennél, Lindor, Nestlé, a legjobb minőségű csokikat, ez finoman. Magas zsírtartalom ide vagy oda, cukor-alkohol tartalom ide vagy oda, hasmenés ide vagy oda, ez borzalmasan finom. Nekem ez az igen kategória, de csak az íze miatt. Jó, következő. Egy Full Fill nevű csoki, azt mondja, hogy ugyanazzal találkozunk, 14 gram poliol, nevetséges, 8 gram zsír, 20 gram szénhidrát, tehát ahogy látjátok, a makrók 95-99%-ban megegyeznek, sajnos poliol tartalom is egyezik, ez egy karamellízű csoki akar lenni. Egyébként erre is van szórva ilyen kis puffirisszerű valami, de az legalább nem törik ki a fogadat úgy, mint a homok. Úgyhogy én nekem poliol tartalom ide vagy oda, én ezt berakom az igen kategóriába. Nézzük a következőt. A Granite Bar, remélem ezt már sokan ismeritek, ez talán a legnépszerűbb fehérje csoki. Megint színészkedni fogok, ugyanis szintén meg sem kell néznem, ugyanaz a poliol tartalom, ugyanaz a zsír és ugyanaz a fehérje tartalom, mint az összes többi. Nyilván ezek valamilyen formában sablonra készülnek, de azt meg kell, hogy mondjam, hogy ez a legfinomabb csoki, amit életemben ettem, és ebbe beleértem az összes csokit, tehát nem a fehérje csokikat, hanem úgy általában a csokikat. Ennek az íze, nekem legalábbis, tehát az étcsoki meg a mentol kombinációja, tudom, hogy mondhatnátok, hogy miért nem eszek akkor after étcsokit, de ennek az íze számomra 99%-ra ugyanaz, mint az after étcsoki, csak ebben legalább van egy kis fehérje. Poliol ide vagy oda, bármennyire is szeretném gyűlölni, bármennyire is tönkrevágja a hasamat egy teljes napra, ezzel az ízzel ezt mindenképpen az igen kategóriába kell, hogy tegyem. Következő az egy keto nevezetű csoki, hát na most azért elveim nekem is vannak, tehát amire rám ír, hogy keto, azt ebből nem veszem meg, és titeket is erre biztatnálak. Tehát ez az átverés kategória, ennél szebben nem lehetne valamire ráírni azt, hogy te hülye birka vagy, mi hülyének nézünk téged, úgyhogy vedd meg a szarúkat. Egyébként ezt jelenti, ha rá van írva. Na mindegy, azért nézzük, biztos rendkívül jó makrói lesznek. Azt mondja, hogy szóval egy szeletben van 16 g zsír, hát én inkább eszek akkor egy sajtburgert, ha 16 g zsírt akarok enni. Szénhidrát 8 g, nem tudom, hogy akkor mitől keto, alig fele annyi, mint abban. Mindegy, és fehérje pedig 12 g, tehát 16 g zsírhoz 12 g fehérje párosult, tehát fele annyi fehérje van benne, mint a fehérje csokiban, kétszer annyi zsír van benne, mint a fehérje csokiban, és fele annyi szénhidrát. Én inkább ennék egy hamburgert, ez konkrétan nekem a szemét kategória. Na mindegy, de legalább cserébe biztos, hogy borzalmasan finom lesz.
Hát ezt nem fogom a ti kedvetekért sem lenyelni. Azt a rohadt minden is. Ez így jó, hogy van, megy a kukába. Ezt egyszerűen nem lehet megenni, tehát ez konkrétan sár, keserű, homok ízű. Talán, mintha ízesítetlen kakaópor próbálná meg kanalazni a szádba. Egy borzasztó, borzasztó szó, szerint egy falatot sem lehet belőle lenyelni. Köszönjük szépen. Na, következő az a MyProtein-nek a csokija. Ez egy MyProtein szelet akar lenni. Jól néz ki. Meg kell, hogy adjam neki. Nézzük a makrókat. Hú, atya úristen, de borzalmas volt ez a szar. Szóval, zsír 9 g, szokásos, szénhidrát 34, ja nem, bocsánat, zsír 9 g, szénhidrát 20 g, belefér, fehérje 6 g, nem. Bocsánat, fehérje 20 g, tehát szokásos, de van benne 6 g rost. Úgyhogy a többivel ellentétben ennek rendkívül magas a rost tartalma. Nézzük, hogy van-e benne... maltitol, természetesen ott van benne a maltitol, mindegy. Szóval az összetevői nem annyira rosszak, igaz, hogy kicsit magas benne a zsír, egy kicsit több benne a szénhidrát, mint szeretném, de legalább van benne egy csomó rost, az milyen azért, az valami. Ekkor tök jól néz ki. Egy kis fehér bevonat, ilyen csokis puffiris darabok, vagy nem is tudom. Hát, én úgy általában amúgy szeretem a MyProtein céget, de ennek konkrétan semmi íze nincsen. Nem is tudnám megmondani, hogy milyen íze kellene, hogy legyen. Cookie crumble. Hát... nem. Egyébként a makrói nem rosszak. De nem. Atya úristen, de borzalmas volt ez a keto szarság, mi mindig a számon az íze. Ez így necces lesz. Na szóval, következő. Ez egy érdekes termék lesz, tegnap láttam meg, ez egy bolonyai paszta akar lenni, amire ráírták, hogy Protein Boost bolonyai paszta, úgyhogy mivel rá van írva, hogy Protein Boost, azért gondolom rengeteg fehérje lesz benne, úgyhogy nézzük a makrókat, tehát egy ilyen kis doboz tartalmaz, azt mondja, hogy 1 g zsírt, hát az nem sok, ez nagyon jó nekünk. 220 kalóriát tartalmaz az egész, végül is az sem rossz. Majdnem 40 g szénhidrátot, de még az is belefér, és fehérjét pedig 12 g-ot tartalmaz, tehát nem tudom, hogy a Protein Boost meg a 12 g fehérje az hogy jön össze, de a 12 g fehérje az fele annyi, mint amennyi egy ilyen csokiban van, de cserébe kétszer annyi szénhidrát van benne, viszont nincs benne zsír, azt elismerem. Tehát ha lehetne választani, amúgy én inkább ezt tenném, mint egy fehérje csokit. Mert ennek még mindig, ez legalább tészta, még mindig inkább étel feelingje van, mint hogy megeszek egy csokit. Sokkal kevesebb benne a zsír, van benne szénhidrát, ami nem maltitól. Tehát legalább fel tudom használni a szénhidrátot, ami benne van. Úgyhogy nem marad más hátra, mint letesztelni az ízét. Ehhez most adjatok nekem egy percet. Na szóval... felöntöttük ugye a vonalig megfelelő mennyiségű forró vízzel. Elméletileg nincs más teendő, mint várni 3 percet. És akkor kapunk egy rendkívül alacsony fehérre tartalmú, rendkívül magas szénhidrát tartalmú, nulla zsírtartalmú tésztás ételt, ami szerintem tökéletesen meg fog egyezni a bármilyen más ilyen forró vízzel felöntendő tésztával. Tehát szerintem ennek a makró tartalma semmiben nem különbözik, és nem vettem hozzá másikat, hogy össze tudjuk hasonlítani. Lehet, hogy egy pár grammal több fehérje van ebben, mint hogy egy ugyanilyen mikrós, vízzel felöntős száraz tésztás kaját vettél volna. Nekem ez a Protein Boost felirat, ez
elég erősen az átverés kategória. Na mindegy, ezt most 3 percre félretesszük. Mi jön még itt? Na, nézzük akkor a joghurtokat. Egyébként a Tesco-ban körülbelül 20 féle fehér joghurt van. Én most ebből random kiválasztottam 3-at. Úgyhogy egyet a referencia kedvéért. Ezt egyébként megmutatom nektek. Ez az én kedvenc joghurtom. Szerintem a világ legjobb minőségű natur joghurtja. Rettenetesen magas fehértartalom, tehát 100 g-ban 10 g fehérje van. 100 g-ban 3 g szénhidrát, ami gyakorlatilag elhanyagolható, és 0 g zsír, tehát ez baromi jó. Ez egy sima natur joghurt, és ez lesz nekünk a referencia. Tehát erre nincs ráírva, hogy protein termék, ez egy sima joghurt. És ehhez képest nézzük akkor a protein terméknek a makróit. Ez egy ilyen karamell ízű, high protein joghurt akar lenni. Azt mondja, hogy 100 g-ban, tehát ahogy mondtam, 10 g fehérje van a sima joghurtban, és 10 g fehérje van a protein joghurtban. A sima joghurtban 3 g szénhidrát van 100 g-ban, a fehérje joghurtban 7 g több. Zsír 0 g, zsír 0 g, tehát gyakorlatilag, amint láthatjátok, a fehérje, tehát a protein címkével jelzett termék makrotápanyag tartalma és a sima natur joghurt, jó minőségű natur joghurt tápanyag tartalma 99,9%-ra megegyezik, ugyanannyi zsírt tartalmaz, ugyanannyi fehérjet tartalmaz, és egy pár gram szénhidráttal még több is van a fehérje termékben. Megmondom nektek őszintén, ez a keto szelet annyira rettenetesen gusztustalan volt, hogy én ezt most nem fogom nektek megkóstolni, mert biztos, hogy kihányom. Úgyhogy most ezt most csak összehasonlításképpen fogom, nem nyitom ki, mert tudom, hogy nem fogom tudni még egy kanállal sem megenni. Szóval ezt csak azért mutatom meg nektek, hogy lássátok, hogy ami protein címkével van jelezve, az nem biztos, hogy annyira jó nekünk, lehet, hogy csak átverés. De nézzünk akkor egy másikat, ez egy ilyen málnás protein termék, szintén a Tesco-s. Ezt sem fogom nektek kibontani, és ezt azért nem, mert tegnap megettem egyet, és borzalmasan rossz volt. Nem szeretem, egyébként nem szeretem az ilyen krém túró állagú dolgokat. Na szóval, hasonlítsuk össze a makróját, makróit a két terméknek. Tehát sima joghurt, 0 g zsír, protein joghurt, 0,2, gyakorlatilag 0, sima joghurt, 3 g szénhidrát, protein termék, 6,5 g szénhidrát, kétszer annyi szénhidrát van ebben, mint a sima joghurtban, de legalább biztos a fehérje sokkal jobb lesz, 100 g-ban 10 g fehérje van, és 100 g-ban 10 g fehérje van. Megint a protein címkével jelzett termékkel a sima natur joghurthoz képest annyival vagy előrébb, hogy kétszer annyi benne a szénhidrát. Kicsit mintha hülyének néznének minket, úgyhogy nekem ezek a termékek így azonnal mennek is a nem oszlopba. Mi a helyzet a tésztánkkal? Elkezdett egy kicsit némi vizet felvenni. De szerintem ennek még kell egy kis idő, ezt félretesszük. Szóval a natur joghurt, különösen a jó minőségű, egyébként ezt úgy kell kiejteni, hogy fire, jó minőségű joghurt az, ami a nyerő lesz. A protein termékekkel nem feltétlen vagytok előrébb. Na most nézzük, van itt még nekünk egy olyan is, hogy protein granola. Hát a protein granola az biztos nagyon jó lesz nekünk. Úgyhogy most ehhez referenciának hoztam a saját gabonapehelyemet, ami a legolcsóbb, leggagyibb allis gabonapehely. Egyébként szerintem a legfinomabb, amit életemben ettem. Úgyhogy most megnézzük a kb. 4-szer annyiba kerülő protein gabonapehely, vagy protein granola makróit. Szóval nézzük a makrókat. Azt mondja, hogy 100 g-ban az olcsó gagyi allis gabonapehelyben van 100 g-ban 12 g zsír, mondjuk az elég sok, de nagyon finom. A protein granola 100 g-ja tartalmaz 14 g zsír, szóval sokkal, hát jó, nem sokkal, de több zsírt tartalmaz ez, mint ez. Se baj, nézzük a szénhidrátot. Azt mondja, hogy a sima, olcsó aldis gabonapehely tartalmaz 63 g szénhidrátot per 100 g. A négyszer annyiba kerülő protein granola tartalmaz 60 g szénhidrátot per 100 g. Gyakorlatilag eddig ugyanott vagyunk. Mondhatjuk, hogy a zsír és a szénhidrát egyezik. Pár grammal több ebben a zsír, de cserébe pár gram szénhidrát a kevesebb van benne, tehát eddig ugyanott vagyunk. Biztos a fehérjében óriási különbség lesz. Tehát
A sima, olcsó, gagyi gabona pehelyben 100 g-ban 10 g fehérje található, úgyhogy a protein granulában biztos jóval több lesz, de nem, mert 15 g. Tehát a 4-szer annyiba kerülő protein granola szénhidrát tartalma egyezik, zsírtartalma egyezik, és 5 g-mal van benne több fehérje, ha megeszed a teljes 100 g-nyi mennyiséget, ami amúgy marha sok. Tehát 5 g extra fehérjéért fizetsz körülbelül 4-szer-5-szer annyit. Na jó, azt most megadom a dolognak, hogy a rostot még azért hozzánézem. Azt mondja, hogy ebben 100 g-ban 5 g rost van, ebben pedig 100 g-ban 6 g rost van, még itt is mellé fogtam. Mondhatjuk, hogy gyakorlatilag a két termék a legolcsóbb gagyi gabonapehely és talán a legdrágább protein granola között makrotápanyag tartalomban körülbelül 2% eltérés van, vagy még annyi sincsen. Tehát megegyezik a fehérje, megegyezik a szénhidrát, megegyezik a zsír, csak ez 4-szer annyiba fog kerülni. Az egész videónak ez a célja, srácok, hogy vegyétek észre, hogy amit úgy adnak el nektek, hogy protein termék, az nem biztos, hogy jobb, mint a sima, gagyi, bolti, olcsó verziója ugyanannak a dolognak. Nem fogom nektek megkóstolni, mert eszméletlenül rosszul esett az az egy fél falat keto gané, és képtelen vagyok most bármit is megkóstolni sajnos ezek után. Borzalmasan rossz volt. Van még itt egy dolog, amit szeretnék nektek megmutatni. Ez egy ilyen protein bagel. Most ehhez nem hoztam referenciának egy sima bagelt, hogy összetudjuk hasonlítani ugye a makrotápanyagokat, de ez nekem a kedvenc termékem, én ezt lassan 10 éve vásárolom rendszeresen. Gyakorlatilag majdhogy nem minden reggel ezt fogyasztom. Nagyon-nagyon szeretem. Egy ilyen kis mindenféle maggal leszórt kettévágott bagel van benne. Tök jó, nem kell elvaggalni magamnak. Makróit nézzük meg azért. Szóval egy ilyen kis bagelben van 2 g zsír, gyakorlatilag nulla, marha jó. 24 g szénhidrát, teljesen rendben van. 3 g rost, ami amúgy azért elég jelentős egy ilyen kis bagelben. És 8 g fehérje. Tehát gyakorlatilag, ha megeszel 2-t, akkor összehozol vele egy olyan 16 g fehérjét, csak a bagelből, meg plusz, amit ugye beleteszel, sonka, lazac, tonhal, tojás, stb. Tehát meg tudod gyakorlatilag duplázni a reggeli fehérje tartalmát egy ilyen bagellel. Jelentős mennyiségű rost is van benne, 2 ilyenben már megvan a 6 g rost, azért az egy elég jó kis mennyiség. És zsírt gyakorlatilag nem is tartalmaz, cukrot gyakorlatilag nem is tartalmaz. Teljesen jó terméknek gondolom, nekem ez az egyik kedvenc termékem, és azon nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés protein címkével jelzett termék közé tartozik, amit bármikor szívesen megveszek és ajánlok másnak is. Tehát ha ilyet láttok a boltok polcain, akkor ezt érdemes megvenni. És az utolsó dolog mára az a Tesco-ból az én kedvenc termékem, ez a két alprós fehérje tej. Ha mondhatjuk így, tejhez nyilván semmi közeme szójába készült. Ez a csokis verziója, ez pedig a natur verziója. Makrókat gyorsan nézzük meg. Mind a kettő 1 deciben 3 g zsírt tartalmaz, amiből a telített zsír amúgy nulla, tehát még csak nem is olyan rossz, hogy van benne ennyi zsír. A szénhidrát tartalom ebben 2,5 g, ebben 5 g, tehát pont 2-szer annyi. 5 g is teljesen belefér, de 2,5 g az gyakorlatilag majdhogy nem nullának is hívható. És azt mondja, hogy 5 g fehérjét tartalmaz egy decit, tehát gyakorlatilag egy 3 decit, ha ráborítasz a gabonapehelyre, akkor 15 g fehérjét hozzáadtál mind a kettővel. Szerintem az teljesen rendben van. Egyébként, ha csinálsz egy turmixot, mondjuk egy 4 deci tejjel, ilyen tejjel, meg a gabonapehelyeddel, hogy gyakorlatilag a 4 deci tejben már van 20 g fehérje, az már majdnem elég egy étkezésre, és akkor még nem is adtál hozzá semmi fehérje, port vagy ilyesmi. Úgyhogy a protein bagel mellett ez az a két termék, különösen egyébként a natur verziója, a csokis verziót azt azért el is lehet akár felejteni. Ezt érdemes mindenképpen vásárolni, hogyha megtehetitek és megtaláljátok az ottani Tesco-ban, ahol ti éltek. Én ezt a terméket folyamatosan vásárolom, nekem gyakorlatilag 10 éve ugyanaz a reggelim, szinte mindig. Vagy a protein bagel tojással,
vagy hogyha nem akarok szilárd kaját enni, mert nagyon sokszor nem akarok szilárd kaját enni, mint mondjuk most, mert ahogy ezt a videót lezárom, megyek is lábazni, nem szeretnék hányni, ezért ilyenkor egy ilyen 3 deci protein tejet szoktam enni, az alvis gabonapelyhemmel, és mehetek is edzeni, gyorsan megemésztem, és a másik az összes többi szójateljel ellentétben, mert ez a lényeg, ezt szerettem volna elmondani, hogy az összes többi szójateljel, ettől a szótól is rosszul vagyok, az összes többi szójateljel ellentétben ennek eszméletlenül jó az állaga és az íze, tehát nem egy ilyen gusztustalan, fehér, vízes valamit kell elképzelni, aminek vagy nincs íze, vagy ha van, az borzalmas. Ez nagyon finom, nincs hozzáadott cukor benne, mégis egy kellemes vaníliás íze van alapból, nem tudom, hogy hogyan, próbáltam rájönni, nem tudom, miért ennyire finom, de borzalmasan finom, 97% szója, tehát préselt szójából van a dolog, minimális víz hozzáadásával, tehát semmi extra dolog nincs hozzáadva, nem tudom, hogy miért ennyire finom, de borzalmasan finom, úgyhogy ezt érdemes megvásárolni, és szerintem még a protein bagelt, fehér csokikat én vész esetére hagynám, szerintem egyik sem igazán jó, főleg a maltitól miatt, egyébként makrókban megegyezik mindegyik, és amire külön még egyszer huszadjára felhívnám a figyelmeteket, hogy a rengetegféle fehérje, puding, meg krém, meg joghurt, meg minden vacak helyett simán vegyetek ilyen natúrjoghurtot, milligramra ugyanannyi lesz benne a fehérje, pontosan ugyanannyi lesz benne a zsír, de kevesebb lesz benne a szénhidrát, mint ha bármilyen fehérje terméket vettetek volna, és biztos, hogy benne, hogy olcsóbb is lesz. Oké, natúrjoghurt íze van, tehát ízelményre ne számítsatok, de szórni kell bele egy kis bogyós gyümölcsöt, tenni kell bele egy kis málnát, vagdalni kell bele egy kis epret, bele kell önteni egy pici fagyasztott medgyet, fagyasztott cseresznyét, fagyasztott áfonyát, mindegyikkel rohadt jól működik, én egyébként ettem már görögdinnyével is, az mondjuk annyira nem volt finom. A lényeg az, hogy tegyetek bele valami gyümölcsöt, és akkor borzalmasan finom lesz, nagyon óvatosan meg lehet szórni akár fehérje porral, és akkor olyan íze lesz, amilyennek ti szeretnétek. Az a lényeg, hogy számomra ez az igazi fehérje termék, nem pedig az, amire rá van írva, hogy protein joghurt, meg protein krém, meg protein túró, meg protein azt se tudja, hogy micsoda. Sima natúr joghurt, jó minőségű natúr joghurtot kell venni. Ez még egy nagyon jó termék, ez is egy jó dolog. Fehérje csokikat szerintem hagyjuk, de ha van csoki, amiért azt mondjátok, hogy beáldoztok egy napi hasmenést, akkor a smart étcsokis meggyes csokia legyen, az megéri, annyira finom, és szerintem az összes többit kukázzuk. Na most még a videó végén, akkor mi van, mielőtt lezárom, gyorsan belepostolok ebbe. Oké, okay. Ez pont ennyi is volt. Nem. Paradicsomos ízű, nem szeretem a paradicsomot. Hát nem nagyon kóstolgattam végig, de az a helyzet, hogy ez a ketószeret annyira félelmesen undorító volt, hogy az egész számat elcseszte. Hogy majd most meg kell innom egy jó nagy örök gyümölcslét, hogy egyáltalán el tudjak menni edzeni. Minden esetre remélem, hogy tanultatok belőle valamit, akinek tetszett a videó, lájkolja, iratkozzon fel, nem soká jövök vissza a következő videóval, aki pedig a coachingról, vagy az e-bookokról érdeklődne, az a videók alatt megtalálja az e-mail címet. Sziasztok!